Gróf Nádasdy Borbála 57 év után itthon, ahogy ő mondja, újra otthon van. A híres Nádasdy család leszármazottja jelenleg Franciaországban él. Gyermekkori éveit a család kitelepítéséig a bakonyerdei Alsóperén töltötte. Most francia építész férjével az Alsóperéhez közeli Mencshelyen egy második otthont építenek. Szeretnék újra teremteni az egykor elvesztett régi közösséget. Na gyerekek, hát itt összejöttünk ezen a csodálatos helyen. Barátok, ismerősök. És hát én nagyon különösen boldog vagyok, hogy a sajátomba jöttünk össze, ami itt van, Mencshelyen a pincesoron. Hát a mögött ez a csodálatos pince, ami lakható lett. És valahogy, ami nekünk nagyon fontos volt a férjemmel, hogy ezt az ősi pincét valahogy helyre hozzuk, hagyományosan, mert a táj megköveteli a hagyományt, de hogy tisztán is jól helyre hozzuk. A szőlőnk itt van előttünk, az új bor itt a pohárba, ami hát nem tudom, hogy iható-e, még azt nem tudom, de az lesz biztosan évek folyamán. Mint gyerekek azokban a híres 50-es években Almádiban együtt játszottunk. Kicsi fiú voltál, kiálló fogú, fekete hajú, jó pofa. Mi lejöttünk a hegyről szüleimmel Balaton-Almádiba, mert ott laktunk jó messze az iskolától. Lejöttünk a hegyről a te édesapádhoz lakni, és te ott voltál, mint kisfiú, és aztán barátok lettünk. Én egy kicsit olyan bolondos lány voltam, azt hiszem, de azért... Hát kezdesz komolyodni. Kezdek komolyodni. Sose késő. Hát gyönyörű gyerekkorunk volt, Balaton partján laktunk, ti számvizetésben vagy kitelepítésnek mondták akkor. Igen. Kitelepítésben voltatok, és megérkeztetek néhány művészettörténeti könyv és egy üvegkutya társaságába, mert azt a anyukája azt mentette el a hatalmas vagyomból, ami tényleg nagy volt, aztán abból semmi sem maradt. Édesanyám polgári családból származott, és táncos nő volt. Édesapám meg arisztokrata és gróf, Nádasdy Pál, aki hát ugye azért örökölt, nem akkor olyan sokat, de azért mégis örökölt, és volt egy nagyanyám, aki egy nagyon rendes nő volt, de hát ő neki megvoltak azok a dolgok, hogy addig nem örököl a fia, míg hogyha ezt a táncos nőt veszi el. Feleségül 24 évesen voltak akkor a férfiak nagykorúak, és addig nem örököl, hogyha ez van. És édesapám megvárta 24 évét, és akkor elvette a 18 éves anyámat, aki 19 éves korában megszülte a nővéremet. Apám mondta, hogy jönnek a burbonok, hát ők voltak, szeretettel fogadtuk, gyönyörű lányok voltak, a környékbeli fiúk között óriási siker volt, azzal fejezték ki a vonzódásokat, hogy a háztetőnket bazaltkővel dobálták. És ezt a bazaltkövet meg lehetett találni a vasútnak, a közeli vasútnak a pályatestéből hozták köveket, és így jelezték, hogy szép kislányok laknak a házban. Hát ez apámat eléggé bosszantotta, de az 50-es évek így teltek el. Nálunk nem volt az, hogy valamit hagyunk a tányéron. Az nem volt, de ezt tudtuk már egész pici gyerek, szopós korunk óta, hogy az nem úgy van. Kicsi adag lett kiosztva, és azt meg kellett enni. Nem kellett kitunkolni a tányért, az nem. Később csináltuk, mert éhesek voltunk, de akkor nem kellett. És én nagyon rossz evő voltam, és az apám azt mondta, hogy de azt meg kell csinálni. Nem vert volna meg, de elég volt az, hogy rám nézett, és abba szeretett volt, és azt mondta, hogy ezt végig kell csinálni. A családomnak, aki mindig azt mondják, hogy mekkora birtok volt, hát volt. Persze, hogy volt, apám örökölt egy kúriát, körülte a földet, bakonyerdőbe, erdőt, stb. És volt. De mikor az elveszett, akkor nem az fájt, hogy az elveszett, hanem hogy el kellett hagyni az országot, hogy ki lett tiltva, hogy be lett börtönözve, hogy nem kapott munkát, és ez valahogy belénk nevelődött, hogy nem a vagyon, nem a birtoknak a haszna, vagy a gazdagsága fontos, nem a pénz, hanem nem is nem a vagyon, hanem az, hogy legyen egy saját területed, ahol otthon érzed magad,
és ahol meg tudod ezt művelni. Úgyhogy ez nekünk a, mondjuk ez is tartott életbe. A szerelem az apám és az anyám között, ez tartott az életük végéig, másképpen, mert az átalakul, de nekem, mint lányuknak ez egy örök példa maradt, és a nevelésembe ez teljesen tükröződik, a hűség. Borbála fiatal lányként 1957-ben Ausztriába menekült, ahol rövid, de sikeres színészi karriert épített. Ezt hagyta ott, amikor első férjével Franciaországba költözött. Én most már 53 éve élek Franciaországba. Én mindig dolgoztam. Én soha nem voltam munkanélküli segély, mert azt tartottam, hogy nekem ahhoz nincs nyugom, mert én tulajdonképpen azért mégis külföldi vagyok, és nekem itt meg kell állni a helyemet, hogy a magyar voltomat elismerjék, és azt egy magyarnak ott többet kell bizonyítani, mint mondjuk itthon, bár itthon se ártana. Nádasdy Borbálának az elmúlt években 3 életrajzi könyve jelent meg Magyarországon. A közönség találkozókon sok új barátot szerzett. Ezek a kapcsolatok segítik ma már a régi barátságok mellett a magyarországi otthon megteremtésében. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a barátaid között tartasz számon bennünket, pedig nagyon rövid az az idő, amióta ismerjük egymást. Azt hiszem, körülbelül 4 évvel ezelőtt találkoztunk először. Nem mindig látjuk egymást, mert hát ugye két laki vagyok Franciaországban is, de hát itt most Mentsején, itt az új otthonom. Nekem, ami nagyon tetszik nálatok, és azért is vagyok itt, ez a könyvnek ez a fajta terjesztés, amit ti csináltok. Tudom, hogy ebből éltek, és ez nem könnyű. És hogy ketten egy házaspár, egy fiatal házaspár ilyesmivel foglalkozik a mai világban. Hát igen, szóval ebben az óriási multitengerben borzalmasan nehéz a dolgunk, de úgy gondoljuk, hogy ennek van létjogosultsága. Úgy gondolom, hogy vannak olyan emberek még, akik igénylik ezt a kis könyvesboltok hangulatát, a személyes kiszolgálást, a kedvességet. Hát örülünk, hogy van még egyáltalán valami vevőkörünk. A magyar irodalom, amit ti is szolgáltok, és különböző irodalom, a magyar nyelv. A magyar nyelv, ami megtartó erővel szolgál. És erre, ez az én misszióm valahogy, hogy a könyveimen keresztül, az előadásaimon keresztül, a filmeken keresztül, fiataloknak is ezt bemutassam, hogy ez a magyar nyelv milyen, hogy 50 év kint lét után meg lehet őrizni ezt a nyelvet. Első házassága válással végződött. Kisfiával egyedül éltek, amikor megismerkedett második férjével, akivel jelenleg is Párizs közelében élnek. Ebből a házasságból született meg második fia. Akkor már volt egy fiam, és nagyon nehéz életkörülmények között kerestem a kenyeremet, és akkor történt ez a találkozás, egy június 14-i alkalommal, mikor is hát utcabálok vannak, és a francia nép ünnepli a forradalmat, és hát akkor elkezdtünk táncolni. Mind a ketten már elmúltunk 30 évesek, ugye? És hogy tánc közben, hogyha az egyik bevallja a másiknak, hogy most tegnap meggyilkolt valakit, az se változtatott volna ezen a dolgon. És hát ennek most már 45 éve, ugye? A közös fiunk, aki 18 éves lett, és leérettségizett Franciaországba, és hát nem beszélt magyarul. Mert ő nem akart velem magyarul beszélni, és nekem ez egy nagyon fájó pont volt. És emlékszem, akkor volt, az 90-ben volt, 91-ben, és akkor azt mondta, mami, most otthon megváltoztak a viszonyok, és nem tudná nekem elintézni, hogy hazamenjek egy évre magyarul tanulni? Hát ez egy olyan dolog, hogy még most is elérzékenyelek, dülök, mert azt mondtam, hogy persze, 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 és kimentem sírni, és a férjem akkor azt mondta, természetesen nagyon jó gondolat, és menjen. Tehát egyetértettünk. Nagyon sok ilyen vegyes házasságot ismerek,
ahol azt mondják, hogy szó se lehet róla, hát minek? Az nem egy hasznos nyelv. És itt ez megtörtént, és a fiam hazajött egy évre, én elintéztem, és az Eötvös Loránd, akkor indult be egy magyar tanfolyam, magyar nyelvi tanfolyam, és kultúrával együtt, mert történelmet is tanultak, akkor már egész jó történelmet. És itt és megtanultuk kitűnően magyarul, és hát tudunk társalogni így, és mindenki figyeli, hogy mi hogy beszélünk. Három unokám van. Pablo, 8 éves, Tao, 4 éves, és a kicsi leány, aki Léna Anna, ő 1,5 éves. Nagyon sok magyar népmese DVD-t mutatok nekik, amit hát nagyon szeretnek, és főleg ezek nagyon szép magyar nyelven vannak mesélve, ami hát nagyon fontos. Úgyhogy hát nyomom őket azért a magyarság felé, de hát nem mindig könnyű, mert hát ugye mama spanyolul beszél, és hát francia iskolába járnak, vagy óvodába, de mind a hárman, most már kislány is, kitűnően beszél a két nyelvet, spanyol és franciát. Hát nagyon remélem, hogy a harmadik az már magyar lesz, és hogy még élek egy ideig, hogy ezt el tudjam érni, mert hát leszármazottak, ugye? Nádasdiak most 14 országban élnek, a leszármazottak, és 14 országból jövünk minden 5 évbe össze Magyarországon, valahol 8 napra. Hát itt már nagyon-nagyon sokan vannak kisgyerekek, és mi vagyunk az öregek most már, ugye, mert a szüleink meghaltak. És itthon egyetlen egy ember van, vagyis hát az unokabátyám, Nádasdi Ferenc, aki Kanadából települt haza azért, hogy megalapítsa a Nádasdi Akadémiát, ami nagyon jól működött, és ez azért volt, mert ez környezetvédelemmel és művészetekkel foglalkozott, és az ő régi, amit örökölt volna, Nádasdladányi kastélyába működött. És hát a jelszava a Nádasdi Akadémiának az volt, hogy becsület, hagyomány és jövőkép. És ez a jelszó az én jelszavam is, mert Nádasdiakat ez kötelezi, és hát az, hogy becsület, igen, mert hát az is nagyon fontos a mai világban, hagyományból indul ki, és hát a jövőkép. Az utolsó megszólalásodban, az utolsó kis mozdulatodban is a mai napig bent van, hogy honnan jöttél, honnan származol, ezt le se tudod tagadni. Én itthon, tényleg otthon vagyok. És ebben nekem nagyon segítettek, mert hát ugye én 17 évig nem voltam itthon, nem kaptam vízumot, hogy visszajöhessek, mert hát 56 után menekültem ki, és nem szöktem, ahogy nagyon sokan mondják, mint annyi a mások, de ez az új élet, ez az új otthonra találás, ebben nagyon sokan segítenek, hát ti is köztetek, de nagyon sok különböző, hát most ezt nehéz mondani, de társadalmi osztályból összeverődő ember. Ez most nincs, mert az egyenlőség nagy lett, de azért a lelkekben még mindig van ez, és hála Istennek ez adja a kultúrát egy országnak. Tudjátok mit? Igen? Erre iszunk egyet, jó? Jó. És egy dörgicsei bort. Egy dörgicsei bort. Fölvetődött, hogy ők szeretnének itt venni valamit. Hát én nagyon boldog voltam, mert nekem nagyon fáj az, ami itt megy, hogy veszendőbe összedülnek az épületek, műveletlenek a földek, a szőlők. És hát nagyon boldog voltam, hogy végre valaki jön, és hát mindent bevetettem, hogy szerezzek egy olyat, ami megtetszik nekik. Hát nem kellett sokáig menni, mert mikor ide kijöttünk, mindjárt azt mondták, hogy ez jó lesz. Hogyha az embernek van egy darab földje, azért az egy nagyon nagy dolog, és nekem ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Azt rendbe tenni, azt tisztelni, és ez az, amit mondjuk majdnem az egész világon meggyaláztak a föld szeretetét.
Azt hiszem, itt valaki azt mondta múltkor, hogy a borbáláék, vagyis mi, férjemmel, családommal, nem az anyagi hasznot nézi. És ez nagyon jól esett, mert tényleg nem azt nézzük itt, és tényleg talán a szőlőnek a megtartása többe kerül talán, mint ha kivágnánk a szőlőt, és itt nem tudom én tujafákot ültetnénk, mert az mondjuk modern. De az nem modern, hanem buta, mert nincs itt a talaj hozzá. Itt mandulafa van, diófa pincék előtt, és meg kell takarítani, meg kell enni, és nem a szupermarketben megvenni. Az ember látja, hogy Mencsejen, hogy három felekezett temploma van, és Balaton felvidéken nagyon sok szinagóga is volt azelőtt. Úgyhogy ez arra val, hogy azért itt nem verekedtek annyira, hanem az, ez volt, és a nép oda járt, addig még hite volt. Én hiszem az Istent, és ezt nagyon mélyen. És azt engem erre is úgy tanítottak, hogy itt én az Isten képmását viselem úgy az arcomon, mint a szívembe, mint a ténykedésembe. És ördög és pokol és mennyország kell, de nekünk ezt nem tanították. Nekünk azt mondták, hogy az Isten képmását viseljük, tehát nem vagy rossz, mert csak nem bántod meg saját magadat. Borbála a disszidálást követően 1973-ban jöhetett haza először. Ekkor ismerkedett meg az akkor felfutóban lévő magyar táncház mozgalommal, amelyből megtanulta, a gyakorlatban is, a tánctanítás módszertanát. Az elmúlt évtizedekben balettmesterként dolgozott Franciaországban. 1992-től évente többször hazalátogat, és folyamatosan ápolja itthoni kapcsolatait. Könyvei megírására is barátai, Mészáros Géza festőművész és felesége Nelly beszélték rá. Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját minden évben szereti meghitt hangulatban itthon eltölteni. Olyan idő van, mint 24-én volt másnap, mikor a Gerő Ernő behívta a szovjet csapatokat, és az Üllői úton végigmentek a tankok, és akkor pont ilyen idő volt. Azért beszélek most erről, mert mellettem ül Andrea Nádasdi, aki rokonom. Nekünk ez egy nagyon fontos dátum, mert elhagytuk az országot utána, és nagyon ritkán jöttünk vissza, nem azért, mert nem akartunk, mert nem volt szabad. És most, hogy megint visszajöhetünk, és ezért az országért valamit tehetünk, ez egy nagy ünnep számunkra. Tudom, hogy minden nemzedéknek megvan a saját problémája. És mindig a forrongó ifjúságnak mindig nehéz volt, és mindig. De egyet tudok most mondani nektek, mert aki, mint én, átéltem olyan fiatalságot, amit csak megerősített, de ez mondjuk én van, sokan belebuktak, sokan meghaltak, sokan. Amit most ebbe a társadalmi viszonyok között tengődő, lengődő, nem csak fiatalok, hanem hát a szüleik is élnek, hogy ne féljenek. Mindenki fél. Franciaországban is. Mindenki fél valamitől. És ne féljetek, legyetek olyanok, hogy azt mondod, hogy ma eltelt egy nap, nem vagyok beteg, nem van mit ennem, talán egyszer egy nap. Azért dolgozom, hogy tovább tudjak élni, hogy szeressek valakit, hogy éljek, de az egyéni felelősséget kell az embernek maga köré vonni. A családjaikhoz elvittek bennünket a Zsarnok a Borbála. Nagyszerűen éreztük magunkat, és egy forduló pontja volt az én életemnek is, meg talán a tiednek is, az a bizonyos beszélgetés a téren, ezt meséld el. Borcsival bementünk Párizsba, és leültünk egy teraszra, pont egy őszi napon, ugye az Adi vers jutott az eszünkbe, és mesélt arról az időszakról, amikor már készült, tervezte a kimenekülését Magyarországról 57. januárjába.
De előtte már egy komoly előkészület vezette ezt be, és én lenyűgözve hallgattam, hogy egy 16 éves gyereklány, akiről azt se tudta, hogy apja hol van, anyja hol van, ő tudta, hogy őt bújtatták, Szombathely, Kőszeg, meg volt szervezve, hogy hogyan sikerül neki kijutni az országból. És valami egészen varázslatos mese alakult ki előttünk, ami nekem az volt a döbbenetes élmény, hogy mindebbe semmilyen önsajnálat, semmi siránkozás, semmi vádaskodás, csak a tények puszta, de nagyon plasztikus leírása, rettenetes jó humorral. Volt egy olyan pillanat, amikor ő vele bármi történhetett volna. Tehát ő akár elzülhetett volna, akár veszélybe kerülhetett volna az élete, hogy meghal, hogy de valahogy a isteni csoda folytán mindig olyan emberek kerültek bele kapcsolatba, akik őt így tovább tudták így gördíteni az útján. Hát ez volt az a pillanat, amikor hát úgy éreztük, hogy ennek meg kell születni valahogy a Géza. Mindenkinek ismerni kell ezt a történetet, mert egyedülálló is az a karrier, ami utána a Bocsi után vált, és ahogy ezt ő ott hagyta, és ahogy folytatta az életét a mai napig, ez olyan tanulságos lehet bárkinek. Volt már nehezebb, és lesz még nehezebb, de erre fel kell készülni. A mostani fiatalok, akik már annyit tudnak, és gombokat nyomogatnak, és mindent néznek, és mindent tudnak, mert ők is már varástalanítva vannak, de az életet nem tudják. Nem tudják, mert, és ezt a fiaimnak nyugaton mindig mondom, mert túl jól élnek. És ezt nagyon nehéz kimondani, de az ifjúság túl jól él. Nini, ki van itt? Jaj, de jó! Jaj, de kész jó! Kész csókom, üdvözlet! Szia! Üdvözlet, Robikám! Hogy vagy? Jól! Jól? Szervusz, Andrea! Szia! Még napszemüveg van rajta? Igen. Gyertek erre felé. Jaj, de jó, hogy eljöttetek! Mert idősebb, mint mi vagyunk, azért még nálam is. De hát azt kell, hogy itt egy megértés legyen, hogy az élet pezsegjen. Ez a cél. Így van. De lesz. Lesz. Majd megmutatjuk a példát, és dőlni fog a nép ide. Nem igaz. És úgy hallottam itt a szakemberektől, hogy az újbor is itt a legjobb. Ja, kérsz egy kicsit? Hol az üveg? Adott esetben megkóstolnánk örömmel. Igen. Rád, és akik dolgoznak ma. És akik dolgoznak. Istenjétes. Szeretném magam először is nagyon jól érezni. És ha én jól érzem magam, az kisugárzik a másokra. És akkor a faluba talán, amit már egyszer talán egy kicsit elértünk ezen a nyáron, mert 2 hónapig itt voltunk, hogy itt legyen egy ilyen emberi kapcsolat, hogyha például az én tapasztalatommal, amit a életem folyásán merítettem, a különböző életviszonyok között, úgy külföldön, mint Magyarországon, erről tudnék meg velük beszélni, és a kapcsolatok kicserülődjenek. Nehogy gondolják azt, hogy én egy, de az már megvan, hogy ne gondolják azt, hogy én egy ilyen nyaraló vagyok, aki ősszel bezárja a házat, aztán elmegy, és akkor megjön tavasszal, és itt dirigál, és azt mondja, hogy ezt és ezt kell csinálni.